És ugye létezik az az autó, ami mellett minden sportautó, vagy majdnem minden sportautó játékszernek tűnik, vagy mondjuk a 911-es, akkor pontosítok, hogy ne bántsuk meg Mr. Koenigsegget például. Úgyhogy ő a Bugatti Chiron Sport. És a Bugatti nem csak a Chiron Sporttal készült erre a szalonra, amely önmagában elképesztő a gyönyörűségű autó. Volt alkalmam látni a Chiront még Dubajban, pontosan egy évvel ezelőtt, hanem mindjárt mutatok nektek két olyan autót, amely garantáltan soha semmi más alkalommal nem lesz látható, ha csak nem egy exkluzív arab sejk a rokonatok. Ez pedig az egyik a túloldalon lévő Divo, amely ennek az autónak, Chironnak egy genetikailag módosított, nem sebességben, hanem sokkal inkább tapadásban optimalizált változata. Ő a Divo, erősen limitált, nyilvánvalóan minden példányában már értékesített. Tudom, ki ez a... Ja, csak nem a Supercar Blondi. Valad mindjárt rajta leszek a Supercar Blondi. Nézzétek meg azt a csajt, csak mondom, hogy az a csaj pillanatnyilag a világ egyik első számú autós újságíró nője. A Blondi drágám, benne leszek a következő mozitba. Sorry. Supercar Blondi, így hívják a csajt. De menjünk az igazi nagy durranásra, ahhoz az autóhoz, amely azt hiszem jelenleg a világ legdrágább újonnan gyártott gépjárműve. Hölgyeim és uraim, ez itt a Bugatti legfényesebb égköve, az újdonság. Ha jól emlékszem, 11 millió euróról beszélnek a vételár kapcsán. Ezt, hogyha gyorsan összeszorozzátok, elég csúnyán milliárdos, sok milliárdos nagyságrendben megy föl. Hát igen. Ezért jó Genf, mert ide az ilyen autókat elhozzák. Nézzétek ott alul, 6 darab kipufogó. Hát eléggé obszén a hátulja. Ha szabad ilyet mondani egy Bugatti kapcsán, hogy obszén. Itt ugye mindenki forgatni akarja a dolgot, és képzétek el, hogy azért tudtam bejönni, mert van ilyenem. Ez egy sajtóigazolvány, és tudjátok, hogy lett ilyenem? Elmentem a sajtóregisztrációs pulthoz, és megkérdezték tőlem, hogy megmutatnám-e a médiámat, és megmutattam nekik a YouTube csatornát, amit ugye a ti segítségetekkel növesztettünk most már 4 millió fölé, és azt mondták, hogy ez így oké. Sok sikert. És így be lehet jutni ezekhez az autókhoz. Ne csak a hangomat halljátok. Ilyen jó nekem. Oda menjünk Supercar Blondihoz? Nyilván dolgoznak, ezért nem akarom őket idegesíteni, de lehet, hogy nyomunk egy közös fotót.